Főként a munkahelyteremtés és a beruházások ösztönzése lesz a célja a következő időszak vidékfejlesztési programjának. A miniszterelnökség szándéka szerint a hátrányosabb helyzetű régiókat a pályázatok elbírálásakor előnyben részesítik majd, így az ott gazdálkodók több forráshoz juthatnak majd. Idén nyáron, augusztus 9-én elfogadta az Európai Bizottság Magyarország vidékfejlesztési programját, aminek köszönhetően megnyíltak az első pályázatok, és a jövő évben, az idei év végén, illetve a jövő évben gyakorlatilag az összes pályázatot megnyitjuk, amit a vidékfejlesztési program tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy kb. 1350 milliárd forint lesz az, amit a vidékfejlesztésére az agrárgazdálkodóknak tudunk biztosítani a következő években, és próbáljuk mindezt úgy tenni, hogy elsősorban mikro, kis és középvállalkozások, a családi gazdaságok lesznek a programnak a haszonélvezői. A rendezvényen Jakab István, a MAGOSZ elnöke elmondta, a következő ciklusban csak a vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre. A teljes agrárágazatot tekintve a terület alapú támogatásokkal együtt viszont ez az összeg eléri a 4000 milliárd forintot. Az elnök hozzátette, a pályázatok elbírálásakor figyelembe veszik majd a nemzeti termelési prioritásokat is. Kiemelten szerepel a prioritási sorban a zöldség-gyümölcságazat, hisz az előző 7 éves ciklusban ez nagyon komoly hátrányokat szenvedett el, ez az ágazat nagyon komoly hátrányokat szenvedett el, ugyanígy az állattenyésztés is. Tehát mindegyik kiemelt prioritással bír. Meggyőződésem, hogy itt a megyében a zöldség-gyümölcs ágazat fejlesztése nagyon erős lendületet kell, hogy kapjon, kiemelten a feldolgozó üzemekre, kiemelten az ültetvénytelepítésekre. Jakab István hozzátette, az európai szinten is versenyképes áruk előállításához a jövőben komplex termelési rendszereket kell kialakítani, valamint létre kell hozni a megfelelő méretű feldolgozó kapacitást erős nemzeti marketinggel megtámogatva.